320 fő található jelentősen, ebből 240-250 fő dolgozik az intézetben. Balikó Zoltán főfelügyelő kollégáival együtt több mint 300 fogvatartottért felel ebben az épületben. Az intézmény 2008-ban épült a magántőke bevonásával, a főfelügyelő azóta dolgozik itt. Az első és legfontosabb az, hogy jelenleg biztos munkahely. Nem utolsó szempont, hogy a rendszeres jövedelem van. Ugyanúgy megtalálható az intézetben is, meg a büntetésvégrehajtásnál a kafetéria rendszer, szép kártyás rendszer, ami egy biztos hátteret ad az embernek. Főleg családos embereknek azért nagyon sokat számít a mai világban. És azért a kihívást, aki szereti, itt talál bőven magának kihívást is. A fogvatartottak szigorú házi rend szerint töltik büntetésüket, emellett tanulnak és dolgoznak is a börtönben. A fogvatartotti létszám ellenőrzése folyamatosan, amit megvonhatározva, hogy milyen időközönként kell ellenőrizni a fogvatartottakat, valamint a házirendben meghatározottak zárkarendeknek az ellenőrzése és azoknak a folyamatos ellenőrzése, betartatása. A felügyelők a rabok napi életét irányítják, a zászlós szerint nincs két egyforma nap a börtönben. Németh László 3 éve dolgozik a szombathelyi intézetben, egyetemet végzett, most szolgálati kutya vezető. Igazából munkanélküli voltam, és egy ismerősöm hívta fel a figyelmet, hogy a szombathelyi büntetés végrehajtási intézet munkatársakat keres. Beadtam a jelentkezésemet, sikeres felvételt nyertem, és gyakorlatilag így kerültem ide a szombathelyi országos büntetés végrehajtási intézethez. Szakközépiskolai végzettség, büntetlen előélet, fizikai, pszichikai és egészségügyi alkalmasság. Egyebek között ezeknek a feltételeknek kell megfelelniük a felügyelőknek. Idén Szombathelyen az eddigi 800-ról 1200-ra növelik a fogvatartotti létszámot. Az egykori laktanya újabb épületét alakítják át börtönné. A beruházás teljes mértékben állami költségvetésből valósul meg. A kivitelezésének a lebonyolítás egy működő börtönben önmagában már egy komoly kihívás, illetőleg utána a szemállamének a feltöltése is, azt gondolom, hogy megfelelő minőségi munkaerővel való feltöltése is nagy feladat fog ránk róni. A Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet 50 felügyelőt vesz fel, az állás ajánlatról további részletek a munkaügyi központ honlapján olvashatók.